Egy 1500 fős tiroli település Izsgöl lehet a felelős azért, hogy elterjedt a koronavírus Európában. Nagyon sok turista állítja, hogy ott kapta el a koronavírust. Ügyészségi nyomozás zajlik, és keresik a felelősöket. Bécsbe kapcsolunk most Noll Katalinhoz a részletekért. Katalin, mi történt pontosan, és ki lehet a felelős? Köszöntöm a nézőket, a koronavírus fertőzés melegágyának is nevezik Izsgöl síterepét. Itt elsősorban egy bármixer, egy norvég mixer híresült el. Őt nevezik, hogy neki tulajdonítják, hogy a koronavírus fertőzés szuper terjesztője, ezzel a névvel illetik őt. Az ügyészség azonban elsősorban a történések időbeli egymás utániságát próbálja kideríteni, és ennek megfelelően volt korábban egy másik vendégmunkás, egy svájci pincérnő, aki már február elején észlelte a koronavírus tünete. Ő azonban később fordult orvoshoz, tehát annyi bizonyos, hogy a hatóságokat nagyon későn értesítették arról, hogy fertőzötteket regisztráltak a településen. Ezen közben viszont turisták ezrei hagyták el a települést, itt töltötték a téli szabadságukat, és vitték el hazájukba a fertőzést. Elsőként Izland lépett, azt követően, hogy egy turistacsoport több tagjánál diagnosztizálták a koronavírus fertőzést. Izland utazási figyelmeztetést adott ki Tirol tartományra, de a helyi vállalkozások, illetőleg a helyi vezetés, ha szabad így fogalmazni, mit sem törődött ezzel, tehát a síterep üzemelt tovább, egészen addig, amíg a karantént el nem rendelték március 13-án. Noll Katalint kapcsoltuk. Köszönjük szépen ezeket a részleteket!